It's all about It's all about Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és a mostani videóban kettő dolgot szeretném nektek megmutatni. Az egyik az az, hogy hogyan tudtok live oxon uh, spotolni a light tankotokkal effektíven, illetve a második, hogy hogyan tudjátok megcsinálni a Object 260-hoz, ugye az utolsó light mission aminél kell 8000 kombinátot összeszedni, tehát a spototoknak, illetve a trekketéseknek és a sebzéseteknek ugye 8000 sebzést ugye kell így összbe kiadni, úgyhogy ebbe a videóba meg fogom mutatni ezt a két dolgot, úgyhogy kezdjünk is neki. Ugye ezen a pályán nagyon sok light azt csinálja, hogy ezen a részen spotol, hogy kispotolja ugye azokat a td ket akik itt játszanak, de ezt már nagyon megtanulták a TD játékosok, és már nagyon vigyáznak itt. Itt általában én nem szeretek erre ezen a részen spotolni, mert szerintem uh, nem túl effektív. Inkább egy másik stratégiám van, és szerintem ezzel nagyon nagy esélyetek van, hogyha ezt csináljátok, megnyerni a meccset. Ugye ezen a pályán nagyon fontos, hogy ki szerzi meg, hogy ezt az alsó részt kifoglalja el először. És mindig azt csinálom a light tankommal, hogy eljövök erre, fontos itt nem a vizemegyek keresztül, mert ugye akkor ö, ö, lelassulok, hanem ugye körben megyek és a hidon mentem át. És nézzétek meg, megállás nélkül nem állok meg a bokorba, lemegyek. Miért fontos ez? Ugye azért fontos, mert ha az ellenfél általában meglátja, hogy egy tank is itt lem van, akkor nem mer lepussolni. Plusz ugye a csapattársak is sokkal ö, agresszívabbak... Ö, Sokkal agresszívabbak szoktak lenni. Ugye ennek a riple-nek lesz egy kis szépség hibája, azt meglátjátok mindjárt, hogy nem tudom százszerzelegesen mutatni, hogy milyen egy való szituáció. De nézzétek meg, az ellenfél nem jött ide, egy tankal sem jött ide, ez általában ritka, itt szoktak lenni az ellenfelek. Picit meg is álltam, hogy tudjak magyarázni, ugye? Hogyha ugye megszerzitek ezt az alsó részt, és az ellenfél be van szorulva ide a gödörbe, akkor ugye a csapatotok végig felveszi ezt a domboldalt, és igazából öt különböző helyről nézte ki az ellenfél. Az ellenfél ugye az ellenfél folyamatosan kapja az artilövéseket, az, az ellenfél artia nem nagyon tud belőni a domb vagy nem mindig tud belőni. Tehát az ellenfélnek vissza kell innen vonulni. Tehát nem maradhat itt a gödörbe, mert ugye rá fogunk píkelni öt különböző helyről, és meg fog halni. Tehát aki először megszerzi ezt a gödrös részt, ugyanaz van a másik oldalon. Hát, ha az ellenfél bejön oda, akkor ugye ő píke rá a tankokra, és nem fordítva, és ezért ő nyeri meg ezt a részt. mindig az, aki először megszerzi, vagy az esetek 80%-ában, aki először megszerzi ezt az alsó részt, és ugye felveszi a pozíciókat a dombon, az fog nyerni legalábbis ezen a részen mindenképpen. És ugye most nem jött el ide az ellenfél, és ezért úgy voltam vele, hogy próbálok agresszívan spotolni, és ugye láttatok, itt tettem köröket, hogyha még felé spotolnak, ugye én átspotolok a, a vagonok alatt, de az ellenfél ugye nem tud, ha még felé spotolnak, mert ugye nem, nem, tudom, hol a light tank. Ugye fontosan néztem, hogy van egy, van egy light tank, arra kell figyelnem, a serdere figyelnem, hogy hol lehet, ugye nem találom, picit mindig agresszívabb, eh, de nem túl agresszívan, ameddig nem tudom az enemy light a pozícióját. És nézzétek meg, ugye csak körözök itt jobbra-balra, és ezért mondtam, hogy nézzétek, milyen jó a pozíciónk. Ugye, Ugye most ide szoktak beállni a TD-k, itt, itt, van egy ilyen kis ház, ott látjátok, oda be szoktak állni a td és ugye itt ugye a, a, a ti meg nagyon sokan ide szoktak beállni, emögé a ház mögé, és akkor, a, hogyha itt spotoltok valakit, akkor így a td így bam-bam-bam abban a bam, 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 pillanatban tudják szórni, és nézzétek meg, Jakpanzer nem fog élvezni a játékot, és így mondom, keresem a light hogy merre lehet, de nem találom, hogy igazából agresszív lehetek és uh, majd mindjárt elmondom, hogy még ugye mi a valósabb szituáció ezen a pályán. Ugye felszpotoltam, nézzétek meg, ott van egy FTD, és már van 2100 potunk, és az az és a mező közepén van, így gondolkozom, hogy merjek lőni, nem merjek lőni. Mit csinálják? És látom, hogy lövik a csapattársak, és nem lövök rá, mert főszpotolna, 340 méterre van. Nézzétek meg, megvárom, míg beír a bokor mögé, vagy a fa van mögé, és ugye így már nem tud kispotolni engem. És nézzétek meg, a meccsből eltert 2 perc, és már van 4000 kombinátunk, tehát már a fele megvan. Na és itt előre megyek egy kicsit, itt kicsit megint megállítom a deep t És ugye pont jó lehet ott a megmondani, és nem felszpotolódott. Ugye általában az szokott történni, hogy ugye felveszitek a pozíciókat. Az ellenfél nehéz tankjai ugye, hát nehéz tankjai, a nehéz tankjé, mert médium tankok szoktak idejönni, ugye ezt a, ide, innen a pozícióból vissza futni ide, vagy meghalnak itt, ez a két opció van. És hogyha az ellenfél visszaszorult ide, vagy meghalt, akkor nem szabad itt erőlködni, hogy akkor rátok el, meg itt tovább menni. Nem, ugye akkor tudod, mit kell csinálni? Ezt médium tankkal és light tankkal, sőt, még gyors heavy is ajánlom, hogy gyertek itt vissza, itt eljöttök a híd mellett, szépen itt a folyó mellett szépen elkúsztok, 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 és amikor ide értetek, akkor itt feljöttök a dob mellett. Ugye ez azért fontos, mert ugye itt lent jöttök, ugye akkor, ugye, bocsánat, hogyha itt fent jönnétek, akkor el tudnának spotolni. De mivel itt lent jöttök, ugye a fák takarásával végkúsztok itt, Általában ebbe a bokorban nagyon kevesen állnak be, és nem szokták nézni ezt a részt, tehát végjöttek a, a tankotokkal, itt felnéztek, feldugjátok a tornyotokat, hogy tudjátok spotolni, akik itt játszanak, tudjátok spotolni, akik itt játszanak, sőt még akár akik itt játszanak, tehát és az itt hátulő TD-teknek meg így egy ilyen... ilyen kacsavadászat, így tík 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 csak le kell lőni az ellenfeletet, és innentől kezdve az ellenfél olyan crossfire van, hogy onnan, tehát in, itt van egy TD, azonnal már nem megy el sehova, tehát nem tud megfordulni és elmenni, mert a nyílt mező közepén kell ugye átmenni, a maximum erre a város felett tud elmozogni, de akkor is annyira sok sebzés kap, hogy egyszerűen szinte csak ezzel a mozdulattal nagyon-nagyon sok meccset nyertem már meg. És ugye mondtam, hogy hogy ebben van egy kis szépség hiba ebben a meccsbe, és az az, hogy az enemi light tankja az afk, tehát ugye ő nem jött be a pályára, de igazából nem nagyon változtatott volna. Ugye az ellenfél light tankjai az oldalról az esetek 90%-ába ezt a részt potolják. Igazából ide nem szokott jönni lájtank, vagy ha jönne is light tank, akkor soha nem szokott pusolni, nem megáll itt a bokorba, max lő belém egyet, de onnantól ez ugye visszaszorul, mert nem tud velem mit kezdeni. És ugye én egy erősebb light tank vagyok, mint a Sheridan, tehát nem fog merni egyvégyezni velem. Tehát ha még nem is lett volna AFK, ez a light tank, ugye akkor se tudott volna nagyon mit csinálni ezzel a play amit mit csinálunk, ez annyira erős, illetve annyira erősebb ez az oldal ilyen spot szempontjából, hogyha még nem is lett volna afk, akkor is igazából mm, meg tudtam volna csinálni ezt a play -t. Most ugye itt látom, hogy afk, megyek tovább, és belülök egyet, látom a TVP-t, gyorsan lehúzom. Ugye az ebérem merek ilyen agresszív helyeken mászkálni, mert tudom, hogy gyors vagyok, és itt folyamatosan mozgásban arra, tudjátok, hogy ne lőjön el az arti. Itt a TVP-re rápíkelek, mondom, hát rápíkelek, mert legyen azért sebzésem is, meg, meg, ö, meg azért ilyenek, tehát így, úgyis, úgyis, szét fogják lőni a télét, csak idő kérdése. És akkor így várok, várok, folyamatosan mozgok, hogy ne lőjenek el, eltűnik spotról, visszanézek, nem spotolom ki, valahogy nem spotoltam ki hirtelen, csak a lövés után, de mindegy. És úgy úgy bele, hogy akkor újra spotolom a, a Sherident, ugye ő AFK, és csak le kell, meg kell várni, míg lelőjük a csapattársém. Uh, mindenképpen meg akarta várni, hogy lelőjék, mert ugye csak utána tudok uh, előre menni, agresszívabban spotolni. Ugye én is belelőttem, dupla bokorral megöltem, és ugye itt szoktak állni tédék, ugye ez azért nagyon király, ez a pozíció, amit mondtam, mert ugye itt szoktak állni, még látjátok, az a bokor ott. Oda beszoktak állni 86 millióan. Ott ott a egy négyzetcentre jutó tagnak a száma általában 20 szokott lenni, és ezt innen föl lehet spotolni, hogyha mentek. Plusz, hogy aki itt játszik, azt is fel lehet spotolni. Tehát ez annyira jó az a pozíció, hogy az ellenfél nem, tudok, nem tud rátok jönni, mert nyílt mezőn kell átmenni, 60 ágyún ugye nézi őket, úgyhogy igazából ez egy annyira jó pozíció, hogy ezt mindenképpen meg akartam nektek mutatni, így játszátok meg ezt a pályát. És ahogy mondtam, ez nem csak light tankkal működik, ez a legtöbb medium tankkal, sőt még gyorsabb helyből is működik. És nézzétek meg, ott, ott gémelnek a, a, a játékosok, és ilyen csak futkaárosok össze-vissza, ugye ezt normál light tankkal is meg tudjátok tenni. Um... És az a kár, hogy itt a grilla, amúgy a grilla az nem az én spotom lett, pedig akkor még királyabb lett volna ez a kör. Valahogy elmisszeltem, pont pont a bokor nem takarásában voltam, és csak, csak 500-at kaptam belőle. Na de se baj, ugye még mindig agresszívan játszom, hogy az a 430 ú az mindenképpen az én spotom legyen, mert hogy látjátok, már van 6600 kombink, tehát nem is kéne sok a 8000-hez. úgyhogy tényleg agresszívan játszom, lövik is a csapattársak, és ott az N4-es is, őt is lövik. Tehát meg, az ellenfél nem tud mit csinálni velem, mert hogyha velem foglalkozik, akkor a csapatársaim szétlövik. És ugye ez meg is történik. Úgy voltam bele, hogy vissza kettő padlógáz, az. azt, láttam, hogy az N4 lőtt, úgyhogy bemegyek, és akkor itt vannak az Artik, és akkor. Ááá, mi van a arti gémerek? Mi van a arti gémerek? Ugye lekörözöm az artit, lekörözöm a zenéjét, mert tudom, hogy így is úgy is amúgy bele fog, vagy a, a, a csapatom, akik mögöttem vannak, meg fogják ölni ezeket a gémereket. És úgy láttam, hogy én az az Artival nem foglalkozok, majd, majd azt lelövő aki. én inkább a Damásra, Mert ugye láttam, hogy itt már megvan a küldetés, kíváncsi voltam, hogy mennyit tudok ebből a körből kihozni. Ugye bemegyek a városba, ott még van három tank, abból egy full HP és E3, ott van még egy pz is, az én célpontom az E3. Tehát ugye lassú tank, körbe tudom forgatni, meg, meg, lehetne őt gémelni. És ugye ezzel a technikával, amit ugye most itt, tehát hogy bementem, elfoglaltam a pozíciómat ott a megoldalon, utána tovább pusztultam a a TD-knek, innentől kezdve ezzel a mozdulattal megnyertem a meccset. Illetve ezt ti is meg tudjátok tenni, hogyha végigkövetitek, a, amit ugye mondtam ebbe a videóba, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. És nézzetek meg, itt van egy E3, és hát mit tud csinálni? Mit tud csinálni? Semmit. Menekül, és próbál keresni magának egy sarkot. Itt amit lőttem volna a repesszel, akkor több damage-et ki tudtam volna belőle farmolni, de amúgy ez így sem rossz. Nézzetek meg, juicy, juicy E3. És hát ugye mit tud csinálni szegény? Bemegy egy falhoz, ahova nem tudom ugye lekörözni. Ez amúgy actually smart move volt, tehát ez, ez jó ötlet volt az E3-tól, csak hát ugye én meg nem fog kipikálni. Tehát ide fordul felém, én meg elmegyek. És akkor ő meg így, oh no, you little shit. Gyere csak vissza, pikelj ki. Én meg így, no, 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 Itt nem hallottam, hogy lőtte, vagy nem, úgyhogy nem voltam, mert biztos, hogy kimerek -e nézi. Úgy is mondtam, hogy majd elfordul valamire. Úgy is el kell fordulnia. Mondtam vele, hogy a fos megy felé, és uh, el fog fordulni. Most én kinézek, belelőtek egyet, és megszereztük a killt. Srácok, 4000 damage, 6000 spot, amúgy megsúgom, ebbe a körben lettem a top sebző és a top e, spotoló játékos is. Már egy hogy az emberekkel azt mondta, a nem lehet sebezni. Ebbért -e balansz Úgyhogy, srácok, még egyszer uh, foglaljuk össze, hogy mit is kell tennetek. Ugye erről az oldalról spawnoltok. Fontos, ne a vizen menjetek át, hanem a hidon menjetek át, sokkal gyorsabban átértek. Főleg lapos tankokkal, meg kis tankokkal ez, ez főleg igaz. Um, ugye gyertek be agresszívan, az agresszívat azt úgy érzem, hogy light tankkal agresszívan. Tehát a, ide, ide, ezt, amit megjátszottam, azt szinte csak light tankkal lehet megcsinálni, mert csak az gyó, elég gyors hozzá. Ugye elfoglaljátok ezt a részt, spotoltok egyet, hogy milyen tankok jönnek ide, ugye megijesztitek az ellenfelet, az ellenfél nem mer általában, azt hozzáteszem, általában nem mer lepusolni, a csapatotok ugye befoglalja a pozíciókat itt, megnyeritek ezt a heavy düngöt, mert az esetek nagy részében, hogy elfoglaljátok a domot, akkor megnyeritek, az ellenfél hátra szorul, amint az ellenfél hátra szorul, ti megfogjátok, padlógázzal betoljátok a víz mellett, és ugye ez az a rész, amit mondtam, hogy medium tankkal, light tankkal és gyors heavy is meg lehet csinálni, hogy erre eljöttök a víznél, és akkor itt kidugjátok a kis tornyotokat, és botoltok ugye mindent, ami ugye itt játszik, onnantól kezdve, hogy ugye ez a rész kitakarítva, átjöhettek ide, erre a dombra, ugye akkor spotoljátok ezt a részt, meg ugye értem, hogyha nem light vagytok, akkor ugye innen tudjátok spotolni médiummal vagy heavy ugye ezt is spotoljátok, és utána pedig mentek a városba, és felporszivozzátok a damage-et. Arra kéne még figyelnetek, srácok, hogy ha az elefő tovább pusolta ezt a részt, akkor ne gyertek be idáig. Azért ne gyertek be idáig, mert itt lesz az ellenfél, itt valami bejön titeket spotolni és ugye crossfire-be meg fogtok halni. Úgyhogy arra figyeljetek, hogy ha az elefő tovább pusolt, akkor ennél tovább nem nagyon menjetek, akkor inkább menjetek vissza bális védeni, de akkor ne, ne pusoljátok ezt tovább, mert crossfire-be lesztek. Úgyhogy nekem LiveOxon, ez az a pálya, igen mindig keverem, LiveWalkson ez a stratégiám light tankkal, szerintem ez nagyon-nagyon királyul szokott működni, és ugye ez nem csak light tankkal működik, hanem a nagyon sokféle tankkal, ezért próbáltam nektek megmutatni. Úgyhogy, srácok, hogyha hasznosak találtátok, és uh, ti is kifolyátok próbálni ezt a stratégiát, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, like kommentben, hogyha kipróbáltátok, vagy, uh, vagy hogyha megtetszett nektek, akkor írjátok le, hogy mi a véleményetek erről, és uh, egy feliratkozással pedig nem maradtok le a következő ilyen bemutató oktatójellegű uh, oktató jellegű videóról sem. Én remélem élveztétek, én megköszöntem nektek a figyelmet, tankét voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!